végén mindenki kiengedte a gőzt, ilyet szó. Hát... De mindenki ugyanakkor, ugyanabban a pillanatban... kiengedi a bélgázokat. Hihetetlen egyszerűen. Nem bírom elhinni. Fagyasztó bomba. Vagy ez? Gyanús nekem ez a hely. Már itt nem csinál semmit, úgyhogy nem. Azt hittem, hogy titkos falas. Igen, de most, ja. Itt még egy izé van, ilyen teleportálós kiskacsai. Hát pedig én hát kidodzsoltam, de hát jó van. De hát, bazd meg! Na jó. Eljük ezt a területet innen. És ilyen... Nightmare elleni... ilyen kis palántám az nincsen, de van. Ilyen messze nem lehet elmenni, bazdmeg. Ah, jaj, értem. Itt is vannak ilyenek. Értem én. Ja, hogy ez baszki, ó. Faszé, ugrottam ide le. Ez ugyanoda visszavisz. Most feleslegesen jöttem ide. Ó, Isten. Rettentően örülök ennek. Tök sok utat konkrétan meg kell tegyek még egyszer. Már is fejtettem pontosan, hol volt az a shrine-oska. Hát, á, igen. És ott volt az, hogy ahol meghaltam. Csak most innen nem tudnám megközelíteni, vagy azt hiszem, vagy bár lehet, hogy meg tudom. Én nem azt hiszem, meg tudom itt azért közelíteni. Csak kockázatos. Kockázatos lépés. Azt egyébként most megint nem tudom, hogy mi legyen a izével a pénteki menetrenddel igazából. Mert hogy itt kiderült, ezen a héten is mennem kell szombaton túlórázni. Ezen a héten is mennem kell túlórázni, dolgozni szombaton. Úgyhogy ennek megfelelően megint csak max egy stream lesz. De most már igazából akármi is lesz. Vagy pénteken, vagy szombaton, de mindenféleképpen lesz már valami közös játék, most már parti játék, mert már nagyon régen nem volt, mindig közvetett valami is, az jó. Na. Szóval rohadt régen nem volt. Menjél! Picsába. De kevés kellett volna már neki, pedig itt voltam már a seggébe. Ennek a területnek. Ennek is ilyen területi hatásai vannak, hogyha most itt közelemben hal meg, akkor itt a has szétrobbantásos történet, ez konkrétan így engem is utolér. Engem is elér.
De elméletben most ezek nem spawnolnak ilyenkor újra, úgyhogy pont emiatt nem lesz ezzel elvileg gond elméletben. Max ezek nyilván ezek a jégcsapok ezek újra spawnolnak, de viszont az ellenfelek azok nem. Jó. Mondjuk ez csak egy ilyen ládát hitott igazából, úgyhogy ez nem volt olyan tragikus. Mondjuk ez egy Master Key, úgyhogy Orden's Palace Master Key, hát mondjuk ez egy pont talán fontos volt. Sőt szerintem úgy gondolom, hogy ez fontos tárgy volt. Hát viszont akkor így most mehetünk, akkor most már tényleg senki akkor ide. Hát csak itt rohadt mód vigyázni kell akkora. Leérkezésre, mert bármikor itt üzét szakadék található ezen a területen. Szóval most akkor Penfi neked akkor itthoni kutatásaidról beszéltél most. Izékkel kapcsolatban ezek a családfa emlékek, meg a kutatásaidat, meg esetleg ezek a sírokkal kapcsolatban lévő kutató munkái egyébként. Azokra gondolsz? Cyberpunk Rebel Path soundtrack-et hallottam, mi ez? Mi a fasz? Cyberpunk Rebel Path? Az melyik? Az melyik soundtrack? Most gondolom a... Rebel Path. Az melyik sound? Melyik az? Az abban így névileg most nem ugranak be a soundtrack-jei a Cyberpunknak. Kiveséztem a temetőt meg a helytörténeti dolgokat. Hát akkor úgy sejtettem. Ami így gondoltam akkor, hogy ami hasonló lesz. Hát megjön az új falivórám, most... Hoppá! Most majd foghatok meg egy újféle ketyegést. Ketyegést? Mi ez a fali óra? Ez ilyen ketyegős fali óra? Ilyen régies fali órát vettél? Hát hogy megírja itt lezuhanni, mi szerintem nem éppen. Amikor Arasaka buildinget rohamozzátok. Ja, valami rémlik akkor, aha. Az mondjuk jó. De beküldhetek nyugodtan egyébként a Discordra. Nyugodtan, Dráj. Megadom rá az engedélyt. Megadom rá az engedélyt, hogy megtedd. Jó, akkor ez ide levisz. Mondjuk az se rossz. Na akkor legalább kapok egy checkpointot akkor. Na be ezzel kapok egy... Mi a... Az ott egy ilyen titkos izé volt. Titkos terület volt. Álljál csak meg. Hoppá. Ének vannak a dárszószokban is egyébként. De régi első olyan szobában, mint a múzeum. Holy Winged X. Mi a fasz? Mert ez komoly X. Arisztokraszi. Aha, Midnight. Key item. Azért már többet is lehetett találni, hogy lehetséges ez fontos, ez majd a ilyen secret endingekhez, vagy nem tudom. Hó, szerintem nem voltam meg. Nincs foldem is, nem, legalább a játékban. De küldted, jó van. Na várjál. De ránézek. Muzsika. Silverhand Nukes, de Arasaka Building. Ja, igen. Akkor ez a... Ez még akkor az itt az eleje akkor, amikor még a... Silverhand-en van az Arasaka Building, akkor nem a végén. Még lehet ugyanaz a zene, azt hiszem ott is. És akkor nem úrik hirtelen be, de azt hiszem nem hasonló a zene. Én most már foghattam volna, azt elmehettem volna ezért szintet farmolni, de... Szinteket leosztani. Hát mindegy.
Nem emlékszem már. Hát már azonban én se. Azonban már én se emlékszek már ezekre a dolgokra. Ezekre a fantazma... Miért 17 lehet majd mászni is majd lassan a... Nem tudok felugrani arra. Lehetséges, hogy oda majd double jump fog szerintem kelni. Gondolom én. Hát de akkor viszont itt még nem tudok tovább menni. Akkor viszont... Hát ez szomorú. Értem. Nagyon rafinált a játék. Takarodjál már a útból. Hát az jó egyébként, Elfi, hogy tartod magad akkor a stílusokhoz. Stíus hegyeidhez tartod magad akkor. Megmarad a jó kis izé. Retro viselet. Retro style. De legalább itt közel maradt viszonylag. A köcsögje. Milyen kis okos. Csak hát a fákjákat azok meg mindent találtam meg. Igazából. Ja, itt meg már a felső lift van, úgyhogy itt már itt is van egy sorkat akkor. Nagyon jó. Nagyon jó. Szevasztorm, jó estét. Ja. Megőrülhet most már, hogy ezért egy normális game is megy. Nem ilyen izé filmes szutykok, ha úgy nézzük. Ja. Erre már voltam, hogy nem merre kéne menni. Két ruhás szekrény, mi a... Ez igen, Felfi, akkor nagyon fel vagy készülve. Az összes létező csecsebetségkel meg vagy áldva akkor. Hát figyelj, ez a lényeg igazából. Ez számít. Ez számít, semmi más. Hogy te legalább otthonosan érzed magad az szobádba. Ezért kellett volna visszamenjek egyébként az izéhez, a shrine-ba. Nincsen már ilyet töltünk. Egyébként te hogy vagy Storm igazából ettől függetlenül? Hogy vagy ma? Hogy érzed magad? Nyomod a munkát kőkemény közben, meg el is fejtettem tovább írni a kávét is. De tök még egyébként, amit most mondtál, hogy megnyugodhat, úgyse fog jönni az elhány, úgyhogy... Mert megsértettem, meg milyen Isten megsértettem, megbocsáttatlan dolgot tettünk, úgyhogy. Egyébként meg jó lenne egyébként az a izé. Úgyhogy meg is gondolkodtam ilyen futáros melókon egyébként. Mert egyébként tényleg jó kis izé, egyébként maga a fuvarozás, vagy maga a vezetés az igazából egyre jobban tetszik nekem, és igazából még nem is lenne igazából jó, nem is lenne igazából rossz.
ez a dolog. Lehet, hogy egyszer majd, hogyha megmondom esetleg ezt a munkahelyemet, hogy esetleg befásulok ebbe a nagy melók hajtásába. Megmondom a közeget, mondjuk azt nem hiszem, de hogy attól független, hogy máshol hisz a sors, akkor ki tudja, lehetséges, hogy én is mondjuk hasonlóhoz hasonlókat fogok keresni, mert jogosítvány az megvan, igazából ez a fontos. Én nem bannolok ki embereket csak ezért. Ilyen running gegek miatt nem szoktam én kibannolgatni embereket. Mint egyesek. Szóval én nem szoktam bannolni. Szóval nem bannoltam ki az Erhádot, szó sincs róla igazából. Csak mondtam, hogy amúgy se fog valószínűleg jönni, mert ugye... Most eléggé nem sok esélyt látok rá legalábbis. Na itt jártam egyébként. Közben meg egyébként jó munkát akkor neked egyébként, Storm. Ez a fontos. Lesz szerencsém ma este, sajtos lehetős. Na. Ez igen. Ez szép. A sajtos tejfölös lángos. Hát mire valami ízé, valami normális ételt eszel akkor felfél. Ezt így kell csinálni, figyelj. Még leszoksz a jó kis izékről, sima sajtokról, hanem valami jó kis kedvedre való tápláló kaját. Befalsz kőkeményen. Ezt úgy kell egyébként. Minél tápláló, annál jobb. De nem van a céhes. Hogyha így nézzük. Nem? Ba... Hát ez jó volt. Kell ennek a világ másik pontján lenni, hogy sikőt elmozduljak és most ficánkoljak. Hát már most elkezdtem ficánkolgatni. Nem bírtam kivárni, hogy feljussak a tetőre. Messenger hangot hallottam egyébként egy pillanatra. Ez nekem volt. Úristen. Jaj, baszki, tényleg el is fejtettem. A holnapi nap majd. Be is helyezem most ezt, hogy jövök vissza sokára. Rendben. Oké. Okay. Gyert, meg van a kövi zavarudás. A zavarudó. Nagyon jó lenne, hogy rájönnék arra, hogy hogyan kell megnövelni a Sound Alert mennyiségét, és nagyon örülnék, hogyha lenne rá lehetőség. Nagyon jó lenne, mert ez a bolt csak 10 darab van. 10 darabot tudok. És többet nem. És jó volna egyébként még egy jó pár, hát legalább vagy van még 5-6 ötletem. Mit lehetne kezdve a ilyen random. Ó, bazdme. Random aranyköpéseimmel, vagy esetleg csak a ilyen vámpészes nevetésekkel, karakter nevetésekkel, vagy akár egy Jojo-s ilyen zavarodós melletti ilyen hasonló cuccal, ilyen mudamudásat, vagy mondjuk, vagy óra-órásat, nem tudom. Aztán a placsina. Másnapra szokjátok, hogy így fogom összevelegíteni rajta a feltétet. Megraktam pohárkabinát. Az igen. Á, figyelj, még másnaposan is szerintem tök jó. Másnaposan is tök jó a lángos. Egyébként. Szóval ötlet az lenne bőven egyébként. Csak az a baj, rohadtul limitálva van igazából a mennyiség. Ugye olyan szinten limitálva vannak,
Pedig emlékszem, hogy... Még az elején is voltak ilyen limitek, hogy aztán csak 5-öt lehetett felvenni. Most például már 10. Fú, az de mázli volt. Jézusom. Atya világ. Hát ez nagyon nagy mázli volt. Hajszál híja volt, ne halljak meg. Egyébként itt is lehetett volna egyébként valami jobb oldalra menni, de az valószínűleg csak ilyen kis mellékút lett volna. Egy kis random itemecskével. De Beloved Toys. De még mindig nem találtam egy darab izét fákját se. Ilyen fáka gyújtós dolgot, akármi csodát. Nem tudom. De jó kérdés. De tele vannak itt ilyen rejtve ilyen kis elementálokkal, ilyen kis megoldásokkal. Ó, de szép. Fincsike. Hát ott már nincs semmi. Hát ez szomorkás. Sajnos. Erre már nem lehet menni. Pedig az nem lehet azt mondani, hogy nem jártunk be csomó terepet. Ja, hogy itt erre is lehet menni. Jaha, értem. Mindent értek. A terepadottságok megvannak. Még érdekes, hogy mi mindent találkoztunk egy darab bosszal sem. Nyilvánvaló, hogy... Sokkal lassabban haladunk most, hogy esetleg nincs a Kristóf, de ez a teljesen mindegy, mert... Tartjuk az igát igazából, valamilyen szinten. Ám is hát remélhetőleg még majd egy checkpointocska is. Ez lassan már igencsak kéne már egy ilyen... Úristen, ez is milyen szertágot ez a terület, édes Istenem. Szóval igencsak kéne már egy ilyen bosszocskát találni. Hogy őszinte legyek. Na itt már egy bosszi valaki. Hát nem. Helyette egy ilyen battle area, kurva jó. A legjobb egyébként, imádjuk a játékban ezeket a battle area-kat. Még szerencsére teljesen fullos volt a HP. Ez meg pont egy boss volt, azt hiszem, pont az előző streamben. De mondta is a Kristóf, hogy ez azért mob lesz későbbiekbe. Pont emiatt nem volt egyik se egy nagy boss. Na abból a háromból, akit legyaktunk a múltkori szintben, egyik se volt egy nagy durranás igazából. És emiatt is nem voltak se izék, ilyen emlékeztesek, se azok, akik ilyen fontos kulcsszereplők lettek volna esetleg a játékba, hanem mindegyik ilyen kis miniatűr mellékbosszok voltak igazából. A szevasz Kristóf. Vipának, vitráta megint. Boss nem volt még, Kristóf nem volt még boss. Azt próbálom keresni jelenleg. Csak nem ez az első fákja. Most álltam meg az első fákját, bazd meg. Bejártam már a világegyetemet is konkrétan, és még... Fúristen. És ez volt az első fákja. De most már tudom, mit kell keresni. Az komoly. Én már ilyenkor meg már izét, ilyenkor már többet kellett volna találjak. Vagy nem. Egy is összeköti a kellemes tanasznossal. A kellemetest. És felfele már nem visz. Rohadjon meg. Sorrend mindegy. Hát de hogy... Hogy
ahol most éppen járok, ott már össze kellett volna fussak már több ilyen fákjával is. Én voltam ilyen fasz, hogy nem találtam meg a fákjákat, és most álltam meg, csak az elsőt is legalább, vagy hármat kellett volna ez a dolgot megtalálni, hogy ez most így ez szar. Én vagyok a csöves. Én vagyok a szotykológia. Ja, meghalok szerintem. Tök jó lesz. De egyébként meg nem is lehet erre menni. Tudom, hogy csak egy item volt, ahogy látom. Fasz, ki van? 2024. Második a 20. Második a 28. Hát jól... Jól előre vitted akkor. Második a 28-án fogsz meghalni, hogy mi. De lesz még egy 29-e is egyébként. Úristen. Úristen. Hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vera Szevasz egyébként. Jó estét neked, Vera. És köszönöm szépen a feliratkozást. Nagyon szépen köszönöm, mert nem érzem magam méltónak, hogy hajlékomban jöjjetek egyébként ennyien. Teljes mértékben nem érzem. Nem vagyok én ehhez méltó, látod? Nem vagyok én ezekhez méltó. De köszönöm szépen. Két hete fissül, de nem akart eltakarodni a csetről. Tényleg? Ittekes, hogy folyton felakarja. Eltakarja a fél csetet, az mondja. De szóval fissült már egy jó egy hete akkor. Jó, két hete. Jó bosszok lesznek itt amúgy. Egyébként szem az neked is, Gergő, egyébként. De legalább elég sokáig tudtál elmenni egyébként. Szerintem viszont egész sokáig... Sokáig el tudtad vinni ezt a streamet, mert azért 5 óra... 5-től 46-45 környékén kezdted el. Hát már... Hát már lassan már 3 óra nyomtad igazából. Úgyhogy már az már egész jó. Itt viszont már nem tudom, mert... Fegyverem magyas 6-os. 6-os, mert megszereztem azt a Rare Prototype Blueprintet. Ja, hát ezt nekem is egyébként gyakran csinálja, ezt én is ezért osztom meg igazából, mert hát muszáj, hogy lássa legalább az ember, hogy hogy gondol rá az. Meg hát ilyenkor esetleg nem látja a másik ember, hogy éppen fogod és esetleg megújítottad éppen esetleg az előfizetést. Judas Ministry. Judas Priest. Ez egy jó banda. Mondjuk az inkább ilyen Iron Maiden copy, de mindegy. Egyébként szevasz Erhard. Szóval most már... Most eljutottam arra a pontra, hogy most már... Hogy most már tényleg nem tudom, mi van. Mert most igazából itt lehet látni, hogy már kb. Mindenhol jártam, 6 milliárd helyen, és az a vicces, hogy még csak egyetlen egy darab fákját gyújtottam meg. És kéne még 3. Itt hol? És itt is konkrétan itt már nincs tovább. Továbbjutási út, itt se lehet feljebb menni, itt se. Szerintem itt se. Talán erre. Kimiben. Hát pedig akkor már azért leszállóákban voltak már azért ezek már. Neked Kimiben még ment a Judas Priest meg az Iron Maiden. Meglepő egyébként.
Azért is gondolom azt, mert tényleg eléggé egyformák. Így a minden kettőnek az énekesei is nagyon egyforma hangjuk van egyébként. Kicsit nagy terület, de nem annyira lehetetlen megtalálni. Nem annyira lehetetlen. Túlbecsűzte engem szerintem Kristóf az a helyzet. Túlbecsűzte minket. Metroidvania amatőröket. Magad elé kézeld a dolgokat, merre kell valójában menni. Ajjaj. Úristen, lehet, hogy erre kell egyébként tovább menni. Ha túlbecsűzte minket. Lehet, hogy erre kell. Vagy legalábbis lehet, hogy erre lesz a izé. Iron Maiden még egyetemen is. Vagy 7-8 fórum minimum, az igen. Sombét mindig kiakaszthattam, mondom, hogy minden a másik Iron Maiden fórum voltam. Az igen. Hát akkor azt jelenti, hogy te szereted akkor az Iron Maiden-t. Egyébként én is szerettem. Szerettem még mindig. Volt egy időszak egyébként, amikor imádtam. Én is ilyen gimis, az igen, gimis korszakomban volt az a időszak, amikor rohadtul szerettem. Tökre hasonlít ez a terület már ilyen korábbi, de mégis más. Mégis egy újnak tűnik ez a hely. Taka. Jó. Állatgyűjtő, azt mondja. Hát egy Metroidvania, te Castlevania az. SOTN-t. Castlevania SOT, az mi? Én csak Bosset Kárpátiát. Kárpátiát hallgatott. Kárpátia. Hát... az se volt rossz, de nem tudom, én sokat nem hallgattam abból. Volt nekem időszak, amilyen 2010... hogy volt, amikor Iron Maiden-t nagyon szerettem, az ilyen 2015-6-ban volt. Akkor volt az, hogy pont 2016-ban, azt hiszem a Sopronban volt fesztivál Iron Maiden koncert, azon pont nem tudtam ott lenni, és nagyon is, mert akkor nem volt még kocsim sem, neked még viszonylag még kiskorúnak számítottam. Bár mondjuk azt hiszem pont 2016-ban, azt hiszem pont már 18 voltam. Nem, dehogy is. Hogy van? Hát de, pont 18 voltam akkor. De akkor nem tudtam még ott eljutni. Tömegközlekedés, meg nem tudtak elvinni se senki se. Nem tudtam volna meg. Ez csak ilyen sorkat akkor. De az jó. Van még kanyizál korszkóról. Szoktam menni, de nem elkonszert, hogy sok volt a Black Metal-os kóról. Black Metal koncert. Ez igen. Death Metal, meg Black Metal koncertek, ez szép. Mondjuk én még talán nem voltam ilyen Black Metal-os, Death Metal-os koncerteken. Én Metal koncerten már voltam, de Death Metal, Black Metal, ilyen brutálisabban nem voltam. Ja, szávasz László egyébként. Mi a helyzet? Hajdú bihariak és határozatok, hogy gyorsan értékelik a Kárpátiát. Akkor már inkább hallgattál volna LGT-t, akkor már esküszöm. Szóval volt ez a korszak, és aztán 2017-ben nekem, 2017, 18, nem még 19 is volt, amikor nagyon rákaptam a retrókra. Nagyon rákaptam a retró zenékre, és de úgy akkor konkrétan ott mindent hallgattam. Mindenféle retró zenét. Magyartól kezdve külföldi retró zenéket. És itt konkrétan mindegy, 50-es, 60-as évekbelieket is, 70-es, 80-as, 90-es, mindent. És tudom, magyarokat is, meg külföldieket is, akkor jobban kezdtem már vágni itt a régi történelmeket. Merre kell menni?
40 arcos a gézelék megpítetésre megjegyzik izboszor előttem. Hát igen. Hát figyelj már az izboszot már azért el akarják már adni már. Már mindenki el akarja adni az izboszokat, mert már fabatkás sem érnek. Hát most már kiderült az, hogy már így multiplatformok lesznek a eszközi játékaik is, mert konkrétan már itt PS és kik fognak jelenni az összes izbossz játék, aztán már sorra adják el az izbosszokat, mert semmi értelme nincs. Hétvégén összetákoltam az állatfarmot. Állatfarmot? Palworld vagy melyikbe? Ja, meg ilyen szólt egyébként a Gergő, hogy megvette a Monster Hunter Rise-ot, vagy megvette, hogy megkapta, hogy mi volt ott. Pont azt, ami senkinek nincs meg. Nem, hogy a Monster Hunter World-öt venni meg, amikor egy csomó emberek megvan. Nem mindegy. Én csak azon tudok mondani, hogy tudok játszani. Ilyet nekem PS-et kellett volna venni, és hát jobban jártál volna. Neked igazából tök mindegy. Az alapban. Ugyan jó mind a kettő. PS-t úgy érték. Persze. Az, hogy Haaland túlértéket, az lehet. Azt aláírom. Azt még eltjá aláírom is írom egyébként. Hogy Haaland túlértéket. Ez a terület, én leszopom magam ezen a területen. Nézem, hogy mi ez. Hát én már mindenhol jártam. Nincsen olyan része, ami ilyen izé lenne, ilyen rejtetlenem. És itt mutat egy ilyen kis ilyen kis harapás, de hát itt semmi nem lesz valószínűleg. A konzolosok az új neonácik, azt mondja. Én egy darabig Electro Swinget hallgattam. Ó, aztán kiderült, hogy a homokulusok egyik 2500 óta hallgattam. Az igen. Az jó. Ahóta már nem magatom. Ahóta már nem érdekelne. Ezt jó tudni, ha ott ilyen kis hegyet hitfok vannak itt az emberekben át, hát látjátok? Én örülök egyébként, hogy volt egy ilyen korszakon, mivel most azért már jóval háttérbe szorult már most ez a utóbbi években. Retrózék, zenék. De örülök egyébként, hogy átéltem ezt, mert itt is sokat tanultam a múltból. Na jó. Kristóf, te jössz. Te jössz, Kristóf. Én kitettem a részem, bejártam a világ egyetemet, bejártam, és egyetlen egy fákját találtam. Úgyhogy itt. De jók a konzolok, vannak fasz a történelmeik vannak egyébként. Van jó kis feltágozó történelmük vannak a izé konzolok, tehát nem mint a PC-t nem menne, de egyébként meg de a konzoloknak ilyen sokkal sokrétűbb, mert nyilván abból sokkal több volt. Szeretem a Metroidvania-kat és a Conquer-t. Ennyit? A Crash, az nem szereted a Crash? Az már nem. Crash nem szeretem. Sonicot se. Semmit. Na, Kristóf. Ne egyéb már ilyen. Léci már. Gyere már. Add már magad kísértésnek ma ezen. Máti, eredt felhok a Stage 2-t. Lassan 2 órán van benne. Tutorját is néztem, de semmi. Neked mennyi idő volt? Hogy mennyi idő volt, mire megcsináltam? Esrankra, hogy mennyi ideig szoktam? Vele?
Vagy hogy mennyi idő volt nekem, amit... Mennyi volt az az idő, amit teljesítettem a pályán? Minden generációban volt új konzol és új PC part. Hát azért most az, hogy minden generációban volt egy új videókártya, bazd meg, egy új megjelent egy videókártya, azért az nem egy akkora szembetűnő nagy múltan rendelkezői történelem, mint egy konzoloknál, bazd ki, hogy a Sega konzolok, vagy az Atari konzolok, mit csináltak régen, meg a Nintendo konzolok, hogy kezdték, meg ilyenek. PlayStation konzolból mi lett, meg ilyenek, szóval azért ott azért eléggé sok hétű azért ott igazából. Most PC-nek ilyen konkrét ilyen izé operációs rendszeres izé... Ilyen hasonló riválisa nem volt. Csak a izé volt. Azt hiszem a Commodore 64 az állítva, azt hiszem az pont az volt. Ilyen PC-hez hasonlítható volt az. Ha jól emlékszem, ha jól értesülök, ha jól tudom legalábbis. Melyik területen vagy? A Damned Ruins of the Osseus Fortress. De nem, dehogy is orfogyok, nem ott vagyok, hülye vagyok. Az Ordens Regnant Palace. Utána nézek fejbe, a tökön tudja. Rendben. Na már megtaláltam a izét. Találtam egy Ordens Regnant Master Key-t. Nem tudom, hogy az a Master Key az mire jó. Meg mondom, abból a négy felkelőből egyet találtam meg, és már az egész terepet bejártam. Most vagy ott hagytam csomó helyen egyébként. Szóval melyikre vagy kíváncsi, Vera? Mennyi ideig szívtam vele? Hogyha arra vagy kérdés, hogy mennyi ideig szívtam vele, akkor nagyon sokáig. Hát akkor konkrétan én is ugyanúgy sokat szívtam, de én fogtam és ott abba hagytam akkor először. Jó, leszarom, akkor megelégszek a... Meg hogy csináltad? Hát... Először ott hagytam, és akkor aztán talán félrehagytam, pallogoltam, aztán később visszajöntem hozzá, de úgy van, hogy... Nekem aztán sikerült... Valami ízét, 49 másodperc, hogy mi a fasz, de az úgy kell, hogy hát nagyon sokat kell így repülni, tudod, egy levegőbe így suhanni azzal az RT-vel, R2-vel, vagy mi az Istennel. Elküldöm a videót, elmagyarázni nehéz. Ja, értem. Videót nézzünk. Tehát amíg itt a Kristóf elküldi a cuccot, hogy elküldi a videót. Még elküldi a videót, addig... Megkeresem Verának ezt a izét, ezt most kíváncsi, most így konkrétan megmutatom neki akkor. Ha ez így most így jött össze, akkor megmutatom neki, hogy azt tudom már melyikbe volt egyébként. Melyik részbe volt. Valamelyik részbe csináltam ezt a... Lehet, hogy a legelső része volt. Viszont az elején csináltam, aha. De rákos fejem volt akkor. Akkoriban. Ez pont így fejeződött be. Ja igen, 53 másodperc volt. Na figyelj, mutatom neked akkor, hogy én nekem hogy sikerült 53 másodperc. Most már így, mert én nem tudok így. Hozadik kávét nyugodtan. Én már megittam egyébként. Figyeld, Vera. Elmutatom neked akkor. Figyelj addig. És tanulj. A mestertől. Ha nem vagyok mester egyébként. Milyen szaros fejem volt, nézd meg.
Még ment az a fejét pántos akármi. Jó, itt nem, ez nem sikerült. Oké, és akkor ez volt, ez volt az a kör. Elvileg ez volt az. Most nem kapcsolom be, mert végén szerzőjogit kapott, szerzőjogi követelés is kapok ettől a gyerektől, hogy nézzem a videóját, úgyhogy nem szabad a hangot bekapcsolni. Így mentem itt lefele. Ez ilyen SFM petis konkrétan. Itt lemegyek, itt lefele mentem, itt fogtam, megpattantam, itt felugrottam egyébként, itt megtettem azt, hogy itt átugrottam ezeken a kis lufikon, itt aztán megtettem azt, hogy itt kikerültem ezt a pattanóst. Aztán elindultam, nyomtam folyamatosan a izéket, nagy boostokat, megállás nélkül küldtem neki, megállás nélkül ment a boost, itt is ugrattam, itt mentem, itt is ugrottam, itt leboost, lenyomaltam, itt mentek itt maguktól a történések. Itt is itt fogtam, nem a izére mentem a karikára, hanem itt lefele, hát így itt lefele mentem, így szépen lefele, azt megvan 53 másodperc. ez volt. Remélem figyeltél rendesen. Szóval valami ilyesmi volt. Közben elküldte a Kristóf egyébként a videót. Hát akkor ezt is megnézhetjük. Miért? Mi ez? Tojás. Ha ne kurjam már fel, ilyen tojás játék is van már, bazd meg. Mert leszopom magamat akkor. Hát ez csodálatos. Ez mi a geci? Mennek itt nagy túsz zenék, itt mennek itt. Közben egy töri kifele a tojást, 9 percre nézi a tojást. Kurva jó tényleg. Az más, azt mondja, nem jön. Azt mondja, az más. Azt mondja, az más. Úristen. Master Key Location, oké, az ma megvan. Hát ez csodálatos, akkor egyszer együtt nézhetjük akkor meg ezt a csodás videót. Brazier. Mi ez a Brazier? Brazers? Ja, hogy ez? Ez hol van? Jézusom! De miért mutatja ezeket a kérdőjeleket neki? Nekem nem mutat kérdőjeleket. Mert rossz állítottam be. Nekem nem mutat ilyen kérdőjeleket egyébként. Ja, hogy így nekem kell beanyomnom a markert. Ja, értem. Szóval most itt... Mi? Konkrétan itt van ebbe. Jó, mert lehet, hogy azért, mert akkor, amikor itt jártam, akkor nem szereztem még meg a Master Key-t, és akkor nem tudtam kinyitni, hát akkor menjünk a kóda. Hát ez jó kis izé. Jó kis tutoriál történet egyébként ez. Folyamatban nézzük a videókat. Csak ha visszamolni nem akartam, mert tudtam, hogy tetszeni fog. Tudtam, hogy tetszeni fog. Egyébként tetszett. Úgyis tojásos. Nokedli. Hétvégére valami lagzi. Hát a Gergőt kérdez, ő szokott lagzizni hétvégenként. Ő Gergőt kérdez. Ő szokott minden hétvégén lagziba járni. Ezért lakodalom, rapocs, lakodalom. Lakodalom. Meg anyud Máté. meg anyud Máté. Yes. Hát ő is. Tehát ő is megy lakodalomba. Most se lehet tudni. Gergely, anod lakodalmas. Lakodalmas Gergely. Egyébként már esküszöm, már kezdem megszokni ezt a Ursus nevet egyébként. Na szóval itt volt. Csodás. El meg fogja azt, hogy megsebb ez a köcsök, mert itt beszippant. Rohadjon meg, úgyhogy már animáció voltam. Takava. Közös kém, verjen már. Egyébként tervezek. Hát szerintem mehető szombaton lenne, mert most pénteket... Nem tudom, hogy pénteken hogy legyen, mert a szombaton én megyek túlórázni megint. Megint lesz túl órán, szombaton. Aztán pont ezt találtam meg. Ezt megtaláltam. Jesus. Aha.
Szóval ezt ki kell nyitni. És itt egy ilyen komplett területet itt még nincsen elérhetőségben nekem. Itt is, meg itt is, ez ami összeköti ezt a két részt, sőt hármat, mert itt is van egy. Hát konkrétan itt a... ahol van a shrine. Ez nem nagy izé. Nem veszélyes.